Brutális gyilkosság rázta meg az országot múlt héten, mint ismeretes Tengelic szőlőhegyen egy 29 éves férfi több készszúrással sebesítette meg saját unokahúgát, majd végül a torkát is elvágta. A helyiek elmondása szerint az elkövető skizofréniával küzd, és már korábban kórházban is feküdt a pszichés betegsége miatt. A személy a saját belső valóságát éli meg külső valóságként is. Tehát a fantáziáit, az elképzeléseit úgy éli meg, mint hogyha az realitás lenne. Éppen ezért nagyon irreális mozanatokat tud produkálni a viselkedésében. Ha kezeletlen skizofrénről van szó, akkor akár agresszív viselkedést is tud tanúsítani, hiszen nincsen semmi, ami a viselkedéses kontrollját valamilyen szinten megerősíteni. Ugye feszült, impulzív, indulatos, emellett halucinál, tehát a halucinációinak nagyon sokszor olyan alapja van, amelyik ezt a feszültséget még inkább táplálja, és amennyiben nem tudják kezelni pszichofarmakonokkal, tehát gyógyszeres terápiát nem kap, úgy bizony nagyon sokszor előfordulhatnak kriminális cselekmények is. A szakember azt mondja, ezek nem direkt cselekedetek, ilyenkor a betegség irányítja az ember viselkedését, amit képtelen uralni. Hozzátette, hogy a skizofrénia tünetei három csoportba sorolhatók. A negatív, a pozitív és a pszichomotoros tünetek. A negatív tünetek azok, amelyek a normál viselkedésből elvésznek, tehát például az érzelmi sivárság, a merev pantomimika, az, hogy gyakorlatilag egy teljesen fantáziátlan világban él. A másik oldalon viszont vannak az úgynevezett pozitív tünetek, azok pedig hozzáadnak valamit ahhoz, ami egy normál működésű embernél van, ilyen például a hallucináció vagy az illúziók, amelyek uralják a személynek a viselkedését, és vannak a pszichomotoros tünetek, amelyek egy ilyen pszichomotoros, pszichés nyugtalanság, egy ilyen túlmozgás, vagy akár katatónia, például hogy bizonyos formációkba belemervedik a személy, és akár 10-16 órán keresztül egy darab mozdulatot tud megtartani. Megfelelő gyógyszeres kezelés és pszichoterápia segítségével azonban szinte teljes életet tudnak élni a skizofrén személyek is. A tengelici gyilkost egyébként most egy hónapig megfigyelik, hogy a szakorvosok meggyőződjenek arról, hogy súlyos mentális betegségben szenvede. Ha kiderül, hogy az elmeállapota nem kóros, vagyis tisztában volt a tette következményeivel, a kezelést követően börtönbe kerül, ahol akár 15 évet is eltölthet.